az használ. És ennek a sikernek Holder, illetve Crump kettős ausztrál győzelmének szerintem Golobosul a legjobban, ugyanis így Jarek Hamper csak 2 ponttal előzte meg Thomas Golobot. Igen, inkább Crump jön egy kicsit közelebb, mert a kicsit közelebb az még mindig nagyon távol van, mint hogy Hamper lógjon meg. Hát tényleg jobb csak akkor történhetett volna, hogyha Hamper utolsó, mert Golob szempontjából. De így is, hát hogy egyáltalán lehet vigasztalni azok után, hogy az elődöntőben vezetőhelyről, mondjuk egy kanyar után vezetőhelyről, de ugye föladta a technikai hiba miatt, akkor ahogyan a döntő alakult, az azért még mindig a talán az egyik legkisebb rossz a számára. Ez mindenféleképpen szenzációt. Azért láthattuk az ismétlésben, hogy Hamper igazán ott rontott el a sorsát, hogy a startja nem sikerült jól, tehát nem tudott befordulni Holder elé, és ezt az ausztrál nagyon jól kihasznált, és fiúk már itt is állnak a dugóban. Chris Holdert ünnepelhetik. Nem hiszi el. Mi se nagyon.